Legutóbb annak kapcsán számoltunk be a 18. kerület legeredményesebb sportegyesületéről, a Pler kézilabda klubról, hogy a csapat a Magyar Kupa 4-es döntőjében remekelt. A fiúk az elődöntőben megverték a Vác együttesét, így a világklasszis Veszprémmel kerültek szembe a döntőben. A srácok nagyon tisztességes játékot nyújtottak, ám alul maradtak a sokszoros magyar kupa győztes Veszprémmel szemben. Az eredmény kapcsán a csapat edzője Adorján Gábor és a kiváló kapus Székely Márton stúdiónk vendége volt. Adorján Gábor elmondta, a csapat úgy teljesít, hogy közben gazdasági nehézségei vannak. Egy nyugodt gazdasági háttérrel rendelkező csapatnál talán sokkal nyugodtabban lehet dolgozni, de ezt el kell fogadni, hogy ma Magyarországon a sportfinanszírozás az nagyon rossz helyzetben van. És még egyszer mondom, a vezetőink azon vannak, hogy ez minél jobb legyen, minél kevesebb tartozás legyen. A srácok nagyon tisztességesen végzik a munkájukat, és nem azzal foglalkoznak, hogy éppen mennyi a tartozás. Vagy... Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. A sportsajtó már áprilisban megszellőztette a két budapesti NB1-es csapat, a Fradi és a Pler esetleges fúzióját. A 18. kerületi önkormányzat, a Pler, valamint a Celebi FTC menedzsmentje május 26-án jelentette be hivatalosan a fúziót. Tavaly is komoly esélye volt annak, hogy a Pler KC és a Celebi FTC egy fúziót hajt végre, és létrehozza a budapestiek csapatát. Erre komoly igényben azt gondolom, hogy legyen egy erős budapesti csapat. Mi most megtettük az első lépést, hogy összefogott a két kézilabda csapat, és egyesítjük gazdasági erőnket, valamint játékos állományunkat. Ahhoz, hogy egy csapat mind a magyar bajnokságban, mind a nemzetközi szintéren sikeres legyen, évi 150 millióra van szükség. Erre szövetkeztünk és erre szövetkezünk most a Ferencvárossal, hogy az erőinket, a tudásunkat és a forrásainkat egyesítve próbáljunk egy olyan erős férfi kézilabda csapatot létrehozni a 18. kerületben, amely férfi kézilabda csapat fel tudja venni a versenyt nem csak két naggyal a magyar bajnokságban, hanem azokkal a csapatokkal is, akikkel esetleg a nemzetközi kézilabda kupákban fogunk szembe kerülni. A sajtótájékoztatón elhangzottak konkrét elvárások a csapattal szemben, és bemutatták az új edzőt. Az új csapatnak az elvárás az új csapat irányába az 1-4 helynek a megszerzése, közösen a Celebi FTC illetékeseivel tárgyalásokat folytattunk edzőkkel, majd a végén megállapodtunk az itt helyet foglaló Zsiga Gyula mesteredző úrral, aki véleményünk szerint alkalmas arra, hogy ezt a csapatot a mi céljainknak megfelelően tudja majd felépíteni és irányítani. Zsiga Gyula kérdésünkre elmondta, hogy a pleres játékosok közül kire számít feltétlenül az új csapatban. A kapusposzttal kezdeném, akkor egyértelműen Székely neve felmerül. A Szalafaival szeretném elképzelni a jobb oldalt, illetve Marcinkóval a jobb átlövő pozícióban. Lendvai nagyon fontos személye, hiszen Budai Dani elszerződik, és az ő rutinja tapasztalata nagyon fontos. Tehát Lendvai irányító pozícióban. Van ott egy kis fiatal játékos a Bak szintén, akit úgy gondolom, hogy szívesen látnék a csapatban. Az edzőt személyes motivációiról is kérdeztük. 18 éve először most fog egy férfi csapatom lenni az első osztályban. Szolnokon dolgoztam utoljára 18 évvel ezelőtt. 20 éve bajnokságot nyert a jogelődje ennek a csapatnak, a Budapesti Elektromos, ahol pályaedzőként dolgoztam. És hát budapesti polgár vagyok, és nagy szívügyem a budapesti kézilabda. Hát ezek motiválnak elsődlegesen. Az FTC főszponzora, a repülőgépek földi kiszolgálásával foglalkozó Celebi cég az új csapat mellett is kitart. A török cég igazgatója elmondta, fontos társadalmi szerepvállalásnak tartják a sport támogatását. One and the biggest reason is that we are supporting some activities, which activities keep children and youth away from the bad habits. That was the main aim. So I think this support is giving something to the country which we are based. Az egyesüléssel létrejövő új klub neve még nem dőlt el, színeit illetően pedig azt mondták, benne lesz a zöld-fehér és vélhetően a kék is. A csapat bázisa a sportkastély lesz.